Én fiatal voltam, és beültem a kis Trabantomba, vagy a kis zasztavámba, ha éppen nem ford föl a víz az zasztavába, és kijöttem ide. Uh-huh. Értem. Azért, amikor az ember fiatal, akkor olyan volt, hogy ránéztem az órára, mondom, nem, most nagyon szépek a fények, be kellene fejeznem a Mihácéknál. És akkor beültem, és kijöttem a Mihácékhoz. Mert én ezeket a fotókat ugye a 70-es évek második felébe csináltam, vagy a 80-as évek elején. Már el is felejtettem, hogy mi volt a lényege a Denipajlék különállásának. De akkor, amikor a megnyitó volt, akkor dúlt a legnagyobb csata. Akkor ezek a fiatalok, a akdaiék, ugye megteremtették a főutcában a Vajda stúdiósoknak a galériáját. Én nem voltam úgy felbőszülve a Vajda stúdiósokon, mert azt mondtam, hogy ezeket a tárgyakat, hát először is nem saját ötlet, hanem biztos, hogy nem tudom, Németországban látták először, és az Evzámbó, ugye? Igen. Hát ő nagyon sokat járt ki már akkor Németországban. Tehát hozta, hogy mi a trendi. Tehát én nem voltam meglepődve, hogy ott lent a pincébe a nagymamának a dunyhája, meg a nem tudom kinek a széke, meg a nem tudom micsoda oda kerül. Aki, ha most azt mondja, hogy ki az, akit én, Molnár Edit, civil, uh-huh. Balogh Ádám utca 2B, én a Dame-et tartom. Uh-huh. Most volt neki a nem tudom melyik bank, elegáns kiállító termébe ott a belváros kellős közepén. Nem tudom milyen, nem Dezsefi, hanem ilyen utca, ott a Szabadság tér és a Parlament között. Volt neki a Golgota. Ismeri azt? Ismerem, igen. Öcsém csinált filmet róla. És olyan ismeri azt, amikor az ember még napokig is azon tűnődik, hogy... Igen. Mikor járt itt Szentendrén? Régen. Illetve kim voltam talán kétszer, és hát nincs. Elmennek emberek, és elviszik a hangulatát és a dolgoknak. Akkor tudom, akkor a Biharit szitta mindenki, nem tudom miért, hát a Bihari azért jól csinálta, most már kiderült, hogy nem is volt olyan rossz. A Hán Ferivel beszéltem erről, az is meghalt a Hán Feri. Igen, tudom. És nem tudom, hogy a mostani, mert azért a Vajda stúdió, a bizottság, azért mégiscsak megkavarta azt az állóvizet. Most van ilyen? Mert 63-ban fényképeztem ezt a portrét, és az utolsó éveiben is így nézett ki. És az a kép, ami ott mellette van, annyira jellegzetes volt a Barcsai Jenő, a kis botjával, a szalmak alapjával, a szentendrei környezet, amiben ő hosszú évtizedekig élt. És akkor nagyon beleszerettem a városba is, és nagyon, nagyon pezsgő volt akkor az képzőművészeti élet, kezdve a Vajda stúdiósoktól, a bizottság zenekarig és minden. És egyáltalán még megvolt
a múltja is, most úgy értem a múltat, szóval, hogy a századforduló stílus, amit hoztak magukkal részint Nagybányáról, meg hát születésüknél fogva is, mindenki egy személyiség volt, mindenki egyéniség volt, én hozzám a legközelebb, emberileg is a Barcsai állt. Szóval nagyon sokszor csak úgy fölmentem hozzá, és akkor kis jött, kinézett a zsalugáteren, és akkor jött, és mindig így fölemelte a kezét, hogy jó, tudom, itt van, de nem érek rá, de jöjjön. Tehát közismert volt a szorongása, hogy egy ilyen nagy mester, mint amilyen ő, tényleg egy iskolát teremtő mester volt, tele volt még itt is szorongással. És akkor eszembe jutott, hogy mint tanárt is kellene őt fényképeznem. Ő nem kérette magát, és mondta, hogy nagyon jó, hogy eszembe jutott, mert ez az utolsó év, és aztán abba adja a tanítást. És tényleg a növendékek áhítatos csendbe figyelték a mester minden szavát, és akkor szünet, minden szorongása ellenére a Barcsainak a képei és a munkássága volt a család és a minden. A Baska Jóska műtermébe bement, és ennek nagyon örülök, mert a fiatal és az idős mester egymás között tényleg munkáról beszélgetnek. Az a kép, itt ez a kettős portré, Kondor Béla gyönyörű helyen lakott, a Pozsonyi úton, abban a házban, ahol a lépcsőházban ilyen nevek voltak, hogy Major Tamás, Beck Judit, Hatvani Lajos, Szabolcsi Bence, és ott volt, hogy Kaufmann Kondor. És nyílt az ajtó, és ott állt egy világos szőkehaja volt akkor a Bélának, és nagyon szép kék szemei, és egy ilyen ragyás képű fiú volt, egy teljes üveg volt a kezében, nyilván a hűtőből vehette ki, és akkor úgy átnéztem rajta, és mondtam, hogy a kondormestert keresem. És akkor elkezdett vigyorogni, de tényleg fülig szaladt a szert, hogy én vagyok, az nem baj. És akkor ott láttam ezt a kis zsámolyt, és úgy éreztem, hogy üljön csak oda le. És akkor úgy leült, és nem tudom, fogta a fejét, vagy mire gondolt. Szóval így lett, ez az egy kép van. Akkor a következő... Én képeztem őt nem annyiszor, nem hogy állandóan is örökké. Nem is volt ő úgy mondjam, nem volt olyan divatos, hogy mindig szerepeltették, sőt, egyáltalán nem. Na most hát az a macska kép azért sok mindent elárul az ő érzelmességéről, mert nagyon, például nagyon szerette a szüleit, és mint barát nem lózungokat, meg nagy szavakat mondott, hanem a lényegére tapintott nálam is. Emlékszem, hogy fölvettem ezt a akkor éppen divatos szavakat, és akkor azt mondta, hogy hát mit képzelsz? Az, hogy azt mondod, hogy valahol nem az én világom, hogy ezzel te most már nagy okosakat mondasz, nem, nagy hülyeségeket mondasz, és nagyon keményen ráncba szedett, hogy ne ragadtossan téged az el, hogy most mindenki van nagyon kedves, meg rögtön fogad, először is megnézik, hogy milyen jó kis feneke van ennek a nőnek. Na most ezt azért mondom, hogy az én portrémat, vagy igen, azt ő is nagyon sokba formázta. De hogy ilyen tartós lesz ez a barátság, hogy ott leszek a ravatalánál. De Dávid Kata hívott évfél körül, hogy Kondor meghalt. Döbbenten ültem, pedig föl voltunk rá készülve, mert hát többet volt kórháza, mint kint. És akkor a Csohányt fölhívtam, mert ugye közelemben lakott, de a Csohi
nem mert följönni. De nem akarta halottan látni a Bélát. És akkor szólt a telefon valamikor úgy hajnalba, és a Kapogya Judit volt a vonalban, és arra kérte, hogy menjek, mert le kellene fényképezni a Bélát. És én is úgy visszahőköltem, hogy ne, én nem. És azt mondta szó szerint a Németh Lajos, hogy kötelessége. Igen, kötelessége magának, hogy oda menjen most. 95-ben volt a Petőfi Irodalmi Múzeumban egy kiállításom. Akkor már jártam a Kecskébe. Kellemes családias. Nem volt elkülönülés, hogy képzőművész, hogy irodalom, hogy zene. Én úgy képzelem el, hogy ez valami képzeletbeli nagy asztal, amit körbeülnek az akadémikusok. És hogyha zenéről van szó, akkor is van véleménye mondjuk egy képzőművésznek, vagy fordítva. Pedig szegények voltunk már, úgy 10 000 forintonként adtuk össze, hogy azt a ásványvizet, vagy kávét. És tudja, egy személyiség, ha elmegy, űrt hagy. Durkó Zsolt, az egy nálam fiatalabb volt, vagy 5 évvel, és még 70 se volt, vagy 70 körül volt, amikor meghalt. A Bozzai Attila szintén. Na most ez két olyan veretes, tehetségű ember volt, a Szokolai és a Petrovics között. Figyeltem a tekintetüket és a közbeszólásaikat, szóval az volt számomra egy akadémikusi életforma. És most mi van? Most presztízs kérdésből fölvesznek szakosztályokba olyanokat, aki nekem nem mond semmit, pedig hát azért én egy kulturális közegbe mozgok. Lehet, hogy persze a fiatalokat nem ismerem. Hogy azért a Hernádi, amikor a part szakadt, akkor magyar író volt. Ez a kicsit kirándulunk a bohózat és az abszurd. Lehetett érzékelni már akkor azokban az években is, hogy nem akármiről van szó. És most, ez én legalábbis, egyre inkább azt érzem, hogy kár volt az egész. Nem, és nincs, nem lesz megújulás, itt nem lesz helyére térve az igazi érték. Én is sokkal radikálisabb voltam ott a Kecske utcában, mert magam mögött éreztem a Makovec szellemiségét. Én nem tudom, hogy miért voltak olyan jó neveltek, hogy ezt ilyen ironikusan mondjam, de már az volt akkor is az érzésem, hogy nem lehet tudni, lapítunk inkább. Na most ilyenben nem lehet reformról beszélni. Hát az egész ország erről szól, nem? Hát ez ugyanúgy benne van, ugye? Most is. És akkor nem tud kitermelni ez az ország. Nem tudom, hogy a filmeseknél mi van. De talán maguknál azért jobb a helyzet. Mert azért mégis ott új nevek jönnek. Én nagyon jól tudom például, hogy a Gápista eléggé keserűen halt meg, és az utolsó pillanatban kapta meg a Kossuth díjat, ugye? A forgatókönyveit sorra visszadobták, nagy nehezen küzdködött azért, hogy filmet forgasson. És akkor a Balcsó minden évben azért, mert az Acél elvtársnak a hírnöke volt. Hát ez annyira lehetett látni, aki figyeli a filmeket, hogy amikor nem több ifjúsági probléma, akkor ilyen forgatókönyv, a munkanélküliség, akkor olyan könyv.
Én nekem a híres tanú filmje nem tetszett. Én azt még a Bányász moziban néztem, és azt mondtam, hogy benne van a Bacsónak a cinizmusa. Mikor volt utoljára Lacinál? Lacinál? Igen. Várjon csak, hát csak a szépre emlékezünk. Én tudom, én a műcsarnoki, tehát a 2000-es műcsarnoki kiállításom katalógusát is vele akartam megcsináltatni. Előbb ismertem meg az Edit munkáit, mint őt, személyesen magát, Noha. Közös barátaink voltak, gondolok itt elsősorban a Gondol Bélára. Na most, mint grafikus, én sokat jártam, évenként jártam ezekkel a ipari vásár mezőkére az MTI-be, de hát nem tudtam, ki az a Molnár Edit még, és egyszer 77-ben, ha jól emlékszem, volt, ezt már veszitek, a műcsarnokban volt egy emlékezetes kiállítása, és nekem, hogy mondjam, majdnem azt mondom, nem akarok nagy szavakat használni, katartikus élményt jelentett azok, noha ő mögötte már volt vagy 25 év praxis, tehát nem egy kezdő valaki volt. A lényeg az, ilyen méteres nagy fotókra emlékszem, és ez annyira megdöbbentett engem, hogy az általam becsült írókat is ott látom. Hát gondoltam itt elsősorban a népi írókra. Nem a népi írókra. Nem csak az, de... 60-i. Igen, igen, hát te nagy, nagy diplomata voltál ebbe, itt is, meg ott is. És erre utólag elmeséli nekem, hogy azt mondja, képzeld el, azt mondja, oda jön hozzám a fotószövetség akkori elnöke, és gratulál. És azt mondja, Edit, tudod, mikor lenne igazi nagy sikered? És rámutat a Németh László portréra, ha azt itt a terem közepére, a padlóra letennéd, és azon taposnád. Így volt. Így volt. Így volt. Ez a szellem, amire Edit ráérzett, mert úgy látszik, volt rá antennája, habár ő programszerűen jött Szentendre, nem tudom kinek a sugása, de az egész életed, ahogy én tudom, igen, igen, az mindig tendenciós. Na most, az ő előnye az volt, hogy nem lehetett őt lerázni, és már azt se tudták ezek az öreg legények, hogy tulajdonképpen itt miről van szó, akkor lőttél. Ezek az öregek, akiket már így úgy megkalapált az élet, kitűnő médiumok voltak, mikor ő felkereste ezeket nem egyszer, nem kétszer, hogy megérezze abba az egyszerű szegénységbe, mert ez nem olyan, mint a többi művészeti ág, hogy kap tapsot, ez csöndbe, a műterembe, az állvány előtt zajlik. Na most, tekintve, hogy a művészet az érzelmi kultúránknak a teteje, ha jó, nagyon-nagyon fontos, hogy a lelket megérintse. Hát nem véletlen, hogy a főiskolán kiket tiszteltek, pedig ki volt sámfázva ilyen pár stallumokkal, tanár lett ott mindenki. De mindenki tudta, ki az a Szőnyi, ki az a Bernát, ki az a Kmetti, ki az a Balcsai. Utána jöhettek a kutyaütők. Na, egy kiváló volt még a Samnak a második mestere, a Koffán. Amikor a Samut oda tették, mint tehetségtelen festőt, fogockodj, igen, meg. Iskolát teremtett. A Béla, hát szóval jó haver volt, egy banda voltunk, és mondom, ez a hi-hi, Bognár Árpi, az Ubul nagyon jó barátja. Együtt volt a katonák is, 56-ban úgy jöttek el a seregből. Akkor később a Nagy Laci, a Pilinszky. Na, ott van az Ebelhan tolva, hogy a Pilinszkyvel, jó, igen, hát a Pilinszky akárkivel, hát, nem. Tulajdonképpen a Pilinszky elárulta a Bélát. Abban az értelemben nem árulta el a Bélát, hogy hátat fordított neki.
Hát igen, hátat fordított neki, de ezt lehet magyarázni azon, hogy sokat volt Párizsban, meg ide utazott, meg oda utazott, és a Béla meg egyre betegebb volt. És igényelte volna többször, hogy találkozzanak, az... Ne, ezt az áruló, ez egy nagyon jó, kemény... De akkor várjon, akkor ezzel a kiegészítéssel, amit most mondott, ezt nem lehet, igen, így igen, lehet használni? Hogy volt ez a szerb augusztus 19-én nagy ilyen vallási ünnep, és kim volt a Pilinszky. És egész nap várta a kondor, hogy bemegy hozzá, és nem ment be. Uh-huh. Ezt el lehet mondani. Az egyik részkarcáló följelentették őt Aradi Nóránál, hogy a rendszer ellen ilyen 19-es részkarc volt, és hogy a zászlón, hogy viszik, hogy le a rendszerrel. Hát nem az, hát azok tüntettek. A lényeg az, hogy a Bélát radírozták ki, semmit nem kapott, pedig próbáltak többen segíteni. Később kapott csak egy muráliát, a Margit szigeten álltak, azt mondják, a nagyszálomban azt is lebontották. Na, de most vissza a Szentendréhez. Hát szegény volt ez a kis múzeum, nem úgy, mint ma, hogy színes, nagy katalógusokat kiadnak. Hát persze, hogy a mesterem már itt a Szentbogárba is a Jenő bácsit tettem. Itt természetesen, hogy őt, a Edit, őt kérte fel pár sorra. Itt a másik kedvenc, az Ilosvai Varga, ez olyan volt, mint egy Krúdi figura. Akkor itt a Czóbel, aki ugyan egy olyan mogorva ember volt, de az Editnek sikerült még őt is Lencse végre fogni. Az én időmben úgy volt, hogy megmondták, például a hirdetőben is akkor két szín, itt egy szín, mert mai napig vallom, hogy a fotó igazán fekete-fehér. Egyszer itt tavaly láttam a szenioroknak, ezeknek a nagy neveknek, kiállítását te, és akarnak ilyen festői hatásokat, trükköket. Ja, te. Thank you, Girum, just Girum. Azt úgy kell? Persze. Jaj, hát ez csak nem nekem, hát találjuk. Nagyon-nagyon köszönöm. Kis családom is csokolsz, tudod. A Laci nem tud lejönni, tudod, hogy neki ez a gyerekek. Én nem tudok olyan profilot dedikálni. Ne figyeljen oda rám. Szuper, hát meg vagyok kapva. Elnézést, nyugodtan, nem kell. De milyen sokan vannak. Én mondtam a grafikusnak, hogy ezt is futtassuk ki. Ezt? Ezt a címlapot. Ja, jó, hogy futtassuk ki. Már egy ilyen volt. Hát ez a jó. Egy ilyen volt legutóbb. Kicsit tessék mosolyogni, Edith, jó? Jó, Ferikén. Még egy kicsit jobban tessék. Most egy kis jó, így. Jó lett. Elmegyek, mert mennem kell. Köszönöm. Fantasztikus vagy. Pár könyvet szeretnék dedikáltatni. Jó. Ványai Zoltán. Ványai. Igen. De Pepe ide áll. Utána fordítva. Jé. ide Pepe kéne. Ezt a Nagy Gazsi mutatta be, ott voltam. Igen. Fönn a Líteában volt egy dutka képkiállítás is. De majd fogsz kapni. Kérhetek egy dedikációt, ha kérhetek egyet, megkaptam az üzenetet. Köszönöm szépen. Utána nézek a képeket, mert fogalmam nincs, hogy csillagkat. Így van. Már hetek óta teljesen fel vagyok magazva, mert egy győri hagyatékkal kínlódok, alig vagyok benne. De azt kérdezem, hogy az akadémia. Majd utána nézek jövő héten, hol tartunk. Jó, mert fogalmam nincs. Hogy akaratlanul megbántottam a kast,
tudnék, nem, amikor ebbe a Nemzeti Kulturális Alapprogram kollégiumának tagja voltam, akkor a Kassis beadta a maga fotó iránti igényét, és akkor én merészeltem, én ökör, ott nyíltan. Hát ha valaki szerette a Jannit, én tényleg szerettem, nem mostantól a 60-as évek elejétől. Na, ja, jó napot, jó napot! Hát hogy van, drága? Le kellene ülni, nem? Nem. A édesapámnak az unoka nővérét fotózta a Tábornok utcába. Hát még egyszer le kellett írnom, talán csiszolódott is közben, de mindent le kell, nem floppira, hanem most már lemezre. Köszönöm az érdeklődését, és most igazán zavarba vagyok. Na itt van a... És az egyik jobb hallatszik a... Ez is sokkolom. Jó napot. Utolsókat rúgom. Nem vagyok olyan profi. Gratulálok. Már tudnék olvasni. Köszönöm szépen. Ennek se lesz visszhangja. Lesz visszhangja. Nem lesz. És akkor nem kell csinálni semmit, hogy nincs visszhang? Nem, én csak nem a visszhangért csináljuk. Nem, de az, hogy ez a könyv úgy lett átlépve. Ez az épület a lényeg, a késői szocreál, de a szelleme friss volt. Tehát 57. márciusában itt kezdtem el a munkásságomat. Maga a Bart Sándor is, miután egy képzőművészetet és egyáltalán kultúrát szerető ember, tehát hagyta kifejlődni a fiatal fotográfusokat. Oda megyünk az archívba. De itt nem lehet csak úgy bemenni, hát igazolás kell, még nekem is ennyi év után. Hála Istennek, hogy 2015-ben elértünk oda, hogy fölmérték, hogy milyen értékek vannak az archívumban. Ezek az 50-es évek fotói. Zsáner, és nem protokoll, és nem a minden szinten a politikusok. Hogy Sántikálba megyek. Némi késéssel megjöttünk. Elnézést. Jó napot, drága cimbikém. Bemutatom. A kiváló fotoművész lett a Cimbal Gyula, aki nekem itt a szkenneléstől kezdve mindenbe segítségemre. Sőt, amikor még aktív fotós voltam, mentünk együtt, ő volt a világosítóm, asszisztensem. Nagyon szép kalandjaink voltak. Igen, én, mint fotográfus. Elsősorban dokumentalistának vallom magamat, de hogy ki, mit, hogyan dokumentál, az az egyéni felkészültségtől, elkötelezettségtől számít. Na most ez nemrég jelent meg ez a könyv, visszhang semmi, és én itt már nem is próbálkoztam, hogy ezt a 7 idős festőművészt, akik már nincsenek, de egy korszakot meghatároztak a szentendrei nyári művésztelepen, hogy az legyen egybe. Itt közösen van kigyűjtve. Itt van maga fiókja, Molnár Edit. Igen.
hallgat, és akkor itt vannak, csak nem merem éppen kihúzni, mert hogy... Ezeket. Ez is az, ami most volt kiállítva. Igen. Na de ezt akkor, azokban az években kellett félképeznem következetesen, többször lemenni, akár évekig, körülbelül 3-4 évig, amikor is felhívták a figyelmemet irodalomtörténész barátaim, például a Gyepsorra. Én akkor még nem olvastam a Veres Pétert, de elolvastam. Irodalmilag is érdekes, és főleg szociográfiailag. És amikor volt egy kiállításom, a véletlen így hozta, meghívtak Balmazújvárosra, és akkor láttam ezeket az egykori, gyepsori embereket, akik nyugdíjasként minden héten, szem szerdán összegyűltek az egykori nagy vendéglő sarkán. Ez egy férfi kórus, Kodály tiszteletére énekelnek. Ez például a tipikus vágatlan 6x6-os. Rolleiflexel fényképeztem Hasselbladdal, amit nem szerettem, mert túl zajos, túl nehéz volt, és nem lehetett intimitást fényképezni vele. Ez a Vörös Sándor a kertjében. Ezt nagyon... nagyon méltatták az irodalmárok. Na most ezt a fiatal Kocsi Zoltánt én csak egy közepes telével tudtam megcsinálni. Nem zavarva, de azért mégis közelítve hozzá. Hát meg egész más a mélységélesség, ugyebár nyilván... De én nagyon szeretem natur fénybe, fényképek körülnézett, és azt mondta, hogy ez 35-6-tal elmegy. Ez 76-ban Szent Györgyi Albert díszdoktorá avatása a Szegedi Egyetemen. Na de végig figyeltem, ahogy gyűrködi a zavartan a kabátja szélét. Mm-hmm. És én tudtam, hogy sokkal értékesebb az archív, mint egy napra megjelenő esti hírlap. Amely a Budapesti Párbizottság lapja volt. Nézze, meg kell mondani az akkori MTI-ről, hogy egyszerűen az volt nekik a fontos, az érdekes, amit az agitprop. Érti? És mintán az agitprop nem törődött akkor nagyon ezzel az archívval, vagy fotómúzeummal, hát akkor nem figyeltünk a Molnár Editre. Jó, csak tegyük hozzá, mert az agitpropot se fogják megérteni, hogy ez a központi bizottságnak volt az egyik osztálya. Kiküldtek Szabó Pál temetése, kulturális terület, azt fényképeztem és figyeltem, hogy az Erdei Ferenc miket fog mondani. És mondom egy ilyen eltévejgő fiúnak a búcsúja. És én tudtam róla, olvastam is a korai szociográfiáit. És akkor, amikor így hátradőlt a koszorúk közé, olyan volt számomra, mint egy élő rabatal. Kérem szépen, na itt van, Molnár Edit első önálló kiállítását Nagy László nyitotta meg az MTI Vadas Ernő termébe 1967-ben, amikor a műcsarnoki kiállításon volt, és mondtam már az előbb, hogy nagy visszhangja volt. És én éppen ott voltam a műcsarnokban, amikor szaladtak utánam, hogy itt van a Pozsgai, nézi a kiállításomat. És úgy nem vezettem végig, hanem mellette voltam, kérdezett valamit, válaszoltam, és akkor a végén azt mondtam neki, hogy kellene egy fotomúzeumot csinálni. És akkor azt mondta a Pozsgai, hogy jöjjek be, kérjek egy időpontot a titkárnőjétől, jövő héten. És én egészen meg voltam lepődve, mert itt akkor már a főnökséghez hetekig kellett várni, hogy fogadjanak.
hogy mellém adott egy miniszterhelyettest, és amikor ez úgy elterjedt, akkor olyan nagyon fontos ember lettem, hogy annyi telefonom volt, és hát én nem akartam mondani senkinek, hogy én nem leszek igazgatóné, hát nekem az az elképzelésem, hogy az a szellemiség, amiből hiány van, az valahogy képviselve legyen, és legyen egy kurátori csoport, amiben történész, irodalomtörténész, művészettörténész, politológusok vannak. És majd jött ez a rendszerváltozás, akkor már értette a fiatal, külföldi tudósító is volt sokáig, hogy én mit akarok, és nem ment. És akkor azt mondta, hogy a fotószerkesztőség munkatársai tiltakoznak, hogy lesz válogatott és harmadosztály. Pedig nem erről lett volna szó, mert még azt is elmondtam, mindenki adjon be 20 képet, amit ő úgy érez. Lusták voltak válogatni, vagy nem, nem ez az ő dolguk. És akkor én is belefáradtam. Inkább a kis filmeket szoktam én nagyítóval nézni. Jó? Jó. Hát akkor akár a Richtert, az 58. Most jöjjön ide, azért csak mutatom magának, látja. Ez már két lámpás vakuval készült. Itt van a derítés, illetve itt van a derítés, itt van az élfény. Itt van, látja, a másodlámpa fejére, és itt a gép mellől volt a másik. Ezek mind be vannak digitalizálva már a Molnár egyik anyagnak több ezer, 3-4 ezer fényképe, ez ketten a kollégámmal. Nem, ez a diszkóval volt, ez a... 76. december 9. Mennyi? 1976. december 9. Nem, ez 58-ba kell lenni. Jó, oké, ez is 73. Jó? 73. 67. augusztus 28. Ez sem. Jó? Hát, ez az, ez az. Ezt nem találom a tasakban. Persze, mert mindjárt felhozzák. Ezt a Richter nem akarták kiadni az akkori szerkesztők, mert hogy egy szovjet művész nem lett ilyen esendően. Érdekes volt azért, tudom, kultúrtörténeti, hogy a 60-as évek elején világnagyságok jöttek ide, a Rubinsteintől a Stokowskiig, és a André Previn, és a Lorin Mazel, és a nem tudom ki mindenki itt volt. Menuhin itt volt 58-ban. Az egy nagy örömére szolgált a magyar, mármint a kádári kormánynak. És utána ugye jöttek akkor a, hát az természetesen hogy Oistrakht, meg Richter. Ez volt az az első hangversenyem, amit átvettem a Zinner Erzsébettől. És majd a dátumot megnézem. Tessék, kérem szépen, ez 58. második hó. És a Zenakadémián a Mussorgszkij, Ravel egy kiállítás képeit játszotta. Valami olyan, hogy én úgy éreztem,
hogy úgy megemelkedett velem a terem, a zenének és a Richternek köszönhetően. Ez volt az első, ismeretlen voltam a számára akkor, és nekem ez a kép a hallatlan, is mondjam, mindent odaadtam művésznek, a boldog elfáradása. Ahogy nem tudom hányadszor hívták ki, és akkor azt mondták az elvtársak az MTI-be, hogy így egy szovjet művész nem lehet ábrázolni. Ki akarták húzni a negatívot. Ennek a története az, hogy a Bartók Archívum megnyitása alkalmával megláttam ezt a furcsa, zárkózott, visszavonult, elegáns idős hölgyet, és akkor mondták nekem, hogy ő a Bartókné. Én olvastam az Agatha Fassettnak a könyvét őróla, és Bartókról Amerikában. Le is írta azt, hogy nyomorba kerültek. Szóval én nem tudom, hogy milyen naivitás volt azért a Bartókban is. És használt bútor üzletbe ment el az Ágnes vele, és ott ebben a raktárszerű üzletben elkezdett össze-vissza szaladgálni a Ditta, és ilyen furcsa, ilyen grimaszokat vágott, és hát rögtön, ja, a józan amerikaiak rögtön látták, hogy itt baj van, de a Bartók is éppen már haldokló fázisában volt a leukémia. Nem tudom, volt fél éve még. Na kérem, ez volt az, hogy a Bartók Archívum megnyílt, és akkor Molnár Edit azt vette észre, hogy Kodály és Bartók valahogy együtt van. Tehát a Kodály azért hajtotta le a fejét, mert a tárlóban nézett valamit. Valószínű, persze. És én szűkebbre komponáltam. Igen, igen. Na most ez a bizonyos főnököm, mind a kettő, rögtön azt mondta, hogy ez a nagy kép. A Haydn évforduló a Tudományos Akadémián és a Szabolcsi tartott előadást. És ugye nem gondoskodtak arról, hogy Kotta lapozó legyen, és akkor fölállt a Kodály. És olyan az egész, mintha egy házi muzsikálás lenne, nem? Igen. Valahol Eszterházi kastélyban. Így van. De valamit hagyj kérdezzek, hogy az például, hogy a képeket hogyan nagyítsák, most nem csak a kompozíció. Én mondtam meg. Oké, de hogy milyen papírra, melyik legyen fényes, melyik mat, melyik ez a... Igen, megmondom magának, az attól függött, hogy éppen ez a mat papír bejött nagy tételbe akkor, és első osztályú volt. Persze, ez nagyon jó. Első osztályú volt, tehát persze, hogy azt kértem, hogy erre nagyítsák. Most szkennelnek mindent. Teszem azt a digitális fotózással, hogy áll? Nem. Én már nyolcadán múltam. Tehát én nekem a digitális fotózás, és egyáltalán én nagyon remélem, hogy egyszer vissza fog jönni ez a műves fotográfia. Hát az megy párhuzamosan, sokan csinálják, sőt. 52-ben még gyakornok voltam, amikor kiküldtek a Városmajor utcai iskolába, mert hogy akkor koreai diákok ott tanultak magyarokkal együtt. Még oda is írtam, hogy Molnár Edit fotoriporter, már megkölcsönöztem. Hát annyit tudtam, hogy az amerikai imperializmus megtámadta őket. Hát mit tudtam? Hát voltam 17 éves, vagy 18-ban voltam. Na most például ilyeneket is fotóztam, nagyon szerettem a gyermek fotókat, és ez tényleg olyan ez a kislány, hogy meg van elégedve a maga a produkciójával, ugye? Ez a hajdani Retek utca, és igen, a Retek utca és a Fény utca sarok, és akkor még
Az 50-es évek második felében is még voltak verklisek. Ezt a Százados úti művésztelepen csináltam, ez 61-62-be, ez a Makri Zizi és a nagyon szép kislánya volt, alig tudott magyarul, bár már akkor nem tudom, legalább 8 éve itt éltek. Persze ezt én egy 18 centis olimpia szonárral csináltam, és akkor még, és kiexponáltam. Magyarország felfedezése, az Ám Tiborral jártuk Bács-Kiskun megyei tanyavilágot. És én oda mentem az egyik ház ablakához, és benéztem, és láttam, hogy egy öreg asszony fekszik az ágyba, fogja a fejét, és jaj, veszékel, hangosan. És én bementem. Nem nagyon érdekelte, hogy én ki, mi, hogy, csak az, hogy benne lesz-e hogy a rádióban, mert a teleobjektív, mert azt ilyen mikrofonfélének nézte. Én egy Paraszt Jászai Marinak hívtam őt. Na most ez egy pásztor találkozó volt Hortobágyon. Megnézem. Ez már 66. De most nézze meg ezeket az arcokat. Hát most szétesett arcok vannak. Itt, nézze meg. Módját tudták, hogy hogy kell mulatni. Nem ájulásig leitták magukat. Hát ez a 61-be készült a Moszkvai Filmfesztiválon. És nem azért csináltam, mert ez abszolút profi mód van. Gondolhatja, hogy hány fotós volt, és filmes, és mindenki, és biztonsági emberek. A Liz Taylor szokásának megfelelően elkésett, hogy a Jean Marais, meg ezek Visconti, ezek ott voltak. És akkor én egyszer csak ilyen mormogást hallottam, és hátrafordultam, és láttam, hogy nyílt meg a tömeg, és vonult a Liz Taylor egy ilyen királyi mosollyal az arcán, és én bennem egy olyan káröröm volt. Bevallom ott, amikor csorgott rólam a verejték, és jobbról és balról fényképezőgépek lógtak a vállamon. Káröröm volt, mondom magamban, hogy ez, ha meglátja, hogy ugyanaz, de teljesen ugyanaz, szóval egy tervező két modellháznak eladta. Ők se tudták, az egyiken lila volt az öv, a másikon bíbor. És amikor én megláttam a Liz Taylort, akkor ékes magyarsággal, oda mentem az ilyen biztonsági emberhez, aki oldalt állt. Mondom, engedjen be, ember, ennek a nőnek ugyanaz a ruhája. Látja? Erre úgy rám nézett, és azt mondja, tessék, menjen be, magyarul. Magyarul. És egy pillanatra átfutott az agyamon, hogy hát mi tényleg mindenhol ott vagyunk. Ezt az MTI akkor a képügynökségen keresztül kiküldte. Fotóról van szó. Egyszerűen a szocializmusban azt mondták, hogy nincs jogdíj. És az emberek gyávasága. Én fiatal kezdő voltam, de pont a Vadaserdő meg a nagyöregek közül talán ketten nem írták alá a megállapodást, a többi mind aláírta. Ennek egy fantasztikus története van. Kérem szépen, 57-ben csináltam, Gyula. Megint ez a nagyszerű főnököm, a papjönő meg a botta. Felhívták a figyelmemet, illetve hogy tudott-e, hogy van a tavaszi tárlat a műcsarnokban? Mondtam, nem. Mondjuk nem a tavaszi tárlat érdekelt mondjuk akkor. És azt mondta a két ember, hogy menj ki, és zsánerezzél
fényképezzél úgy, hogy mert óriási nagy látogatottsága volt, most politikailag, hogy megmagyarázzam magának, hát 57 márciusában még a kivégzések voltak, igaz? Ugye, Tóth Ilonka és a többiek. És akkor megint a Makris Agamemnon, ez a okos görög, elment és körbejárta a művészeket, de mondjuk ilyet, hogy a Kassákot, meg a Kornés Dezsőt, meg a Martin Ferencet, szóval azok, akik az avantgárdhoz tartoztak, és hát a másokat is, és akkor nem akartak, meg vonakodtak, meg nem, és akkor azt mondta mindegyiknek, hogy értsétek, meg most nem odafigyelnek, hogy most az avantgárd előkerül, vagy nem. Vagy nem a szociál van központban. És szájról szájra ment a városba, hogy ezt meg kell nézni. Na most ott volt a Kondor Béla. Középső teremben voltak a grafikák, és hát valami, nem csak a Dózsa sorozat, hanem ilyen fantasztikus apokalipszis, amit ő megelevenített, és engem annyira lenyűgözött, én abszolút tájékozatlan voltam, de annyira lenyűgözött ez a, nézze, ott van a halotti keze a kondornak. Annyira lenyűgözött, hogy ugyanolyan nem, mint ami a grafikáin megszoktuk. Én nem tudom, hogy lehet-e most látni. Azt lehet. A igen. Kezet. Ezt a műterem ablakára persze. Firkantotta. És nézze meg azt a halotti kezet.